közösség a társadalmi igazságosságért néppárt a legtürelmesebb volt az összes többi párt közül, mert egészen eddig a pillanatig vártuk azt, hogy Orbán Viktor kiózanodva a moszkvai nász útjáról végre előálljon a magyarázataival. Amivel Orbán Viktor és Lázár János hazajött Moszkvából, az egy ehhez hasonlatos matrióska szerződés. Azt látjuk, hogy, hogy, valami van, meg maximum megrázni tudjuk, és halljuk azt, hogy, hogy zörög, mégpedig nagyon zörög, de, de itt lenne az ideje előállni azokkal a, a konkrét adatokkal, ami, ami azt bizonyítja, hogy ennek a matrióska szerződésnek helye van a magyar energetikai politikában. Jogunk van tehát tudni azt, hogy mi van ezekben a Matrióska szerződésekben. Jogunk van tudni azt, hogy vannak-e benne garanciák például. Milyen mellékletek vannak ebben a matrióska szerződésben. Szeretnénk tudni, hogy megfontolt döntéseket hoztak-e. Kellő számú és mélységű hatástanulmányt készítettek-e ezzel kapcsolatban. És ami még fontosabb, készültek-e alternatív megoldási javaslatok? Orbán Viktor egy 2009-es országgyűlési határozatra hivatkozik, amikor azt mondja, hogy, hogy ő neki ez jogában állt és felhatalmazást kapott a parlamenttől is. Itt zárójelben megjegyezném, ő nem szavazta meg ezt az országgyűlési határozatot. Megkérem tehát én a miniszterelnök urat, hogy tárja elénk azokat a hatásvizsgálatokat, amelyek alapján döntött, mutassa meg az alternatív megoldási javaslatait. A kt nek a Zöld Magyarország programja felére csökkenteni az energiafüggőségünket, a lakossági fűtésnek a, a költségeit is a felére csökkenti, és egyébként emellett több százezer munkahelyet fog létrehozni.